Egyre többet lehet hallani és olvasni a médiában, hogy teltházzal működnek az ünnepek alatt a szállodák. Arra voltam kíváncsi, hogy a nyíregyháziak hol töltik szívesebben az ünnepeket. Itthon. Miért döntöttetek így? Sokan már úgy gondolják, hogy inkább elmennek itthonról. Szerintem inkább azért, mert kevesebbet vagyunk otthon a családdal, és ez egy jó alkalom arra, hogy ezt megtegyük. Megvan a varázsa az otthon töltött karácsonynak? Meg, persze, igen. Itthon leszünk, családi körbe. Jönnek a bátyámék is az a Pestről, és akkor úgy leszünk együtt itthon. Nagyon sokan mennek szállodába is már az ünnepek alatt. Ennek mi lehet ön szerint az oka? Megvan a varázsa annak az itthon töltött karácsonynak? Hát én nekem mindig az itthon. Tehát a karácsony az arról szól, hogy itthon, mindig itthon, családi körben. Én nekem a szállodával valahogy nem jön be. Én jobban szeretek itthon lenni. De valószínű, hogy valakinek jobb elmenni, és úgy egy wellness hétvégén, vagy bármilyen ünnep keretében ottan eltölteni a karácsonyt. Itthon szoktuk tölteni mindig családdal. Nagyon sokan döntenek úgy, hogy szállodába mennek. Mit gondolnak, hogy miért divat ez már egyre inkább? Hát mert nem akarnak főzni, és itt könnyebben meg lehet úszni a karácsonyt, hogyha főznek ránk, kiszolgálnak minket. Ön szeret karácsonykor főzni? Nem. Anyukámiknál szoktam tölteni a karácsonyt, és ő főz nagyon finomakat. Az ünnepeket ezt itt volt, tehát a karácsonyt ezt mindig itthon töltjük, igen. És akkor szilveszterkor elutaztok? Igen, szilveszterkor elutazunk, azt máshol szoktuk tölteni. Az idén szilveszter az barátokkal otthon fogjuk tölteni.